Szita, szita, sűrű szita, ma szitálok, holnap sütök, hófehér kis cipót sütök, megvajazom, megzsírozom, mégis neked adom. E kis népköltéssel köszöntöm kedves nézőinket 763. adásunkban, amikor a kenyér világnapjáról emlékezünk. A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-ben hozott döntése óta október 16-a az a nap, amikor különös figyelmet szentelnek a világ legfontosabb élelmezési cikkének, a kenyérnek. Becsüljük meg mi is, és adjunk hálát azért, hogy van mindennapi kenyerünk. Mai műsorunkban először felújított délbánáti óvodákról szólunk, melyeket jeles vendégek látogattak meg. Majd 2 szeptember végi eseményt mutatunk be, a hertelendi falvi kirvái ünnepséget és a Torontálvásárhelyen megtartott 23. Vive Magyar Nóta és Csárdás Fesztivált. Mellékleteink előtt képes hírbeszámolóval jövünk. 763. adásunkhoz mindenkinek szép időtöltést kívánunk. Október 13-án egésznapos rendezvény keretében tartották meg a nagybecskereki református templomban a Bánáti Református Egyházmegye kórus találkozóját. Az egyházmegye kórusai közül a helyi, a hertelendi falvi és a magyar itebei énekkarok jöttek el a találkozóra. Ezen kívül fellépett még a helyi Emmanuel kamarakórus, a temesvári új ezredév református egyházközség kórusa, valamint Gyenge Júlia ifjú népdalénekes. Délután neves zeneszakértők tartottak előadást orgona kísérettel és a jelenlevő közös éneklésével tarkítva. Pál Úr János, a budapesti Fasori Református Gyülekezet kántora, egyben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, valamint Bódis Tamás egyházzenész. A közös fénykép a templom előtt készült. Ürményházán néhány hónap alatt újult meg az Icsifalvi Boldog Gyermekkor iskoláskor előtti intézmény kihelyezett tagozata az iskolaépülettel együtt. A objekt nie obnovljen paskoro 40 godina. Dakle, od kad je otvoren. Ovom donacijom od strane vlade Mađarske, kao i pored te donacije u vrednosti od 25.000 eura, Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine su donirali igračke, rekvizite, sredstva, didaktički materijal za razne centre interesovanja u radnoj sobi gde borave deca. Udvarszálláson a közösségi ház épületének felújítását támogatta a magyar kormány, amely művelődési otthon, iskola és óvoda is egyben. Ez nagyban hozzásegít a munkánkhoz, és a tanítónéni munkájához is persze, mert hát az udvarszállási iskolának is csak ugye egy terme van, és akkor télen még az a tornaterem is, a tanulószoba, a minden. A Székelykevei Színmagyar Pedagógiai Intézmény egy új óvodai helyiséggel bővült, ahol napköziben fogadják a legkisebbeket. Tegnaptól van óvónénink, és ezzel visszahoztuk a mosolyt a szülők és a gyerekek arcára, mert mindenki el volt keseredve, hogy itt a szép óvoda és nincs óvónénink. A délbánáti iskoláskor előtti intézményekben a magyar kormány támogatását a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével használták fel. 6 ilyen szorványóvoda központot sikerült a legnehezebb körülmények között élő magyarok körében kialakítani, és abban bízunk, hogy ezek az óvodák egy új jövőt, a gyermekeink jövőjét tudják megalapozni, és ezeknek a közösségeknek a jövőjét is. A délbánáti óvoda avatások azért fontosak, mert így megmarad a magyar szó és a magyar kultúra a szórványban, jelentette ki Grezsa István, magyarországi miniszteri biztos.
A legutolsó szorványban élő emberre is számítunk, hiszen az fogja megnyerni a Kárpát-medencei jövőt, aki egy közösségbe tudja szervezni magát, és nekünk ma magyaroknak a 21. században semmi akadályunk sincs ebbe a tekintetbe, hogy egy nemzeti közösségbe tudjuk szervezni határoktól függetlenül a Kárpát-medencéből valamennyi magyar. A miniszteri biztos kiemelte, hogy ma már nem a határok fontosak, hanem felülírják a történelmi bizalmatlanságot a bizalomra épülő együttműködések. Kirvány napját ünnepelte szeptember utolsó hétvégén a Hertelendi falvi közösség annak tiszteletére, hogy 1902-ben egy napon szentelték fel a református és evangélikus templomot. Az egyházi ünnep falunappá nőtte ki magát, mert az ünnepi istentiszteletek után kirakodóvásár és más szórakozási lehetőség várja a látogatókat. 2007 óta a magyar közösségben a Kirvájt megelőző napon pörkölt főzőversenyt szerveznek a református imaház udvarán. Idén 11 csapat mérte össze főzési tehetségét. Mi a titka a csapatnak a sikerének? A valójában valami titok nincsen. Ez olyan hagyományos, úgyhogy minden magyar ejánt főz. Na most az ízlések szerint van különbség, kinek melyik jobban tetszik, csipős, vagy édesebb, vagy sósabb, de titok nincs. Szóval mindenkinek megvan a saját munkája, tudja, hogy mit kell csináljon, akár az kávárés, akár sóhezzaldás, vagy tüzelés, ennyi az egész. Szóval nagy titok itt nincsen. Ha lenne és nem bírnak megmondani, már titok nem lenne akkor. De elvileg az összetartás a legnagyobb titok ebben az egészben. A jó akarat, az összetartás, és hogy mindenki részt vegyen ebbe. Már ez egy örökös hagyomány, és én gondolom, hogy komolyan titok nincsen. Szeretnétek ezt folytatni? Persze, hogy szeretnénk. Amíg élünk. Bár még 100 évig sokszor majd meglássuk. Az összetartás meghozta eredményét. E csapat az első díjat érdemelte ki, miután a zsűri sorra kóstolta a 11 bográcsban megfőzött pörköltet. Élben maradott a múlt évi győztes csapat is, második díjat nyert el ez alkalommal. Biszak Lajos és Gabriella a kezdetektől minden évben itt vannak a bográcsfőző versenyen. A tavaly győztesek voltak. Mit reméltek az idén? Hát a tavaly az elsők voltunk, most konkurencia nélkül vagyunk. Mivel, hogy itt tanultam meg jobban, itt kezdtem a főzést, és én gondolom, hogy nagyon jót főztünk. Van-e titka a pörköltnek? Hát titka. Jó paprika, és a jó hús. És hogy főleg az, aki főzi, szeressen enni ezt. Én szeretek enni ezt. A legifjabb csoportok bizonyították, hogy a hagyománynak lehet folytatása, mivel a harmadik díjat osztották. A legfiatalabb csapat tagjai is elvégezték a mai pörkölt főzést. Hogy sikerült a főztetés? Nagyon jól sikerült. Nem voltak nehézségek, minden nagyon jól sikerült, nagyon jól megcsináltuk a gulást. És mit reméltek? Hát reméljük, hogy az elsők leszünk, de nem is annyira fontos. Jó volt itt együtt lenni? Persze, mint mindig. De ima tajne kuvanju paprikaša? Pa naravno da ima. Ima, naravno. Malo s jedne strane, malo s druge. Više ljubavi. Tako je, tako je. Mi to spremamo, opet, suparnički tabor nam je i ljubavni tabor, pa nam je sad onako, bilo nam je lakše da se odlučimo da spremimo bolje jelo od njih. A vaša ekipa se zove? Pa mi smo mađarske snajke. Prvi put kuvaš na ovom takmičenju, da tako kažem. Kakav je utisak? Konkurencija je bila onako jaka, trudili smo se da pobedimo, ali vidjet ćemo večeras šta će biti. A da li vežbaš i kući malo? Pa ne vežbam, volim da kuvam. Zanimljivo mi je jako. Sokan távolból is hazalátogatnak ilyenkor az ünnepre. Köszönöm olyan ismerősek, akik 35 éve, most találkoztunk először, akik Kanadából jöttek, meg Németországból 30 éve, utcabeli, úgymondva ismerősöket, rokonokat, úgyhogy ez egy ilyen jó feltöltődés megint egy következő évre, ahogy mondják, mert csak ma reggel jöttünk, holnap már megyünk is vissza csak épp erre az ünnepségre, úgyhogy remélem, hogy jó lesz meg az egész minden társaság, barátok, ismerősök közt, hogy jó feltöltődni egy évre, hogy mondják az egész mindent. Nagyon
élvezzük és várjuk állandóan. Amikor csak bírunk vagy a lehetőségünk, akkor el szoktunk jönni, nem csak erre, hanem a más ünnepségekre is az egészből. Messziről érkezett vendég, akinek feladatot adtak itt a mai napon. Ja, feladatot adtak, hogy zsűri legyek, és hát számítsuk meg, hogy melyik lesz a legjobb. Sok ízletes pörkölt volt most? Nagyon sok, mind nagyon jó ízeket adtak, ja, igazán. Jó. És milyen érzés itthon lenni? Hát jó itt lenni, jó itt lenni. Annyit mondtuk. Régi ismerősök között, igaz, rokonság között, tudod. Ja, jó itt lenni. A helyiek minden évben várják a rendezvényt, napokkal korábban már készülnek rá. Nem mindenki főz. Te mit csinálsz? Én lovagolok. Hát ez minden évben így szokás, mivel hogy ugye Viktor szokott lovagolni, és most már egy kicsit egy, mondjuk egy éve így jobban kezdtem én is tanulni, és akkor most, hogy ne legyen egyedül, meg itt van a barátunk Beográdból, akkor hogy legyen egy nőes köztük, hogy ne legyenek csak egy magikra egyedül. Ezt gyakran csinálod? Hát attól függ, amikor időnk van, de nézem, hogy egyre gyakrabban csináljam, hogy minél jobban nyúljak bele. A lovakot gondozod is? Hát annyira ott megint mondom, Viktor a fő, de szoktam valamennyire, na hát megsegítem, megtisztítom egy kicsit, annyi. Ismét benépesedett az Imaház udvar a Kirvály előtti napon. Különbözik-e az idei rendezvény az eddigiektől? Hát most már lassan a nép között megszokott lett ez a hagyományos rendezvény. Most azt hiszem, ha nem tévedek, 12. alkalommal szervezzük, és most az idénes szép számba összegyűltek, 11 csapat vetélkezett, versenyzett, úgyhogy több mint valószínű, hogy sikeres lesz az elfogyasztása is. Valójában az idén egyszerű a Kirvály szervezés, mert amióta megkezdtük 2007-ben, ha nem tévedek, akkor úgy volt az első, hogy világtalálkozó. És minden 5 évben van a világtalálkozó, hát az idén, a tavaly volt a világtalálkozó, az idén egyszerű, de úgy képzeltem el magamba, hogy ezt kéne fogjunk, hogy 2022-ben lesz a 120 éves református templomnak a felszentelése, és hogy akkor egy nagyobb méretű ünnepséget, és a világ minden részéről a kivándoroltakat, hogy hazahívjuk, hogy velünk együtt ünnepeljenek. Közben a gyerekek feldíszítették a kirvályfát, amelyet a férfiak vállon vittek át a helyi Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület székháza elé, a főzőcsapatok kíséretében, ahol felállítva ott díszeleg egy hétig, hirdetve az ünnepet. A régi hagyomány, amit még örökösítettek a németektől, mert ők voltak az első kirvai felállítások, mint Kocsmában, ahol volt a bullatás, és egy nagy dísz volt annak az emlékezete, abban az időben lövődöztek, akkor karbitokkal lövődöztek, és nagy mulatság volt, hát volt 8-10 ember, aki felállította a kirvályfát, a kocsmáros fizetett átlagosan a 10 liter bort felállították, de átlagosan minden kocsma előtt állott fel a kirvályfa. Hát én akkor még voltam olyan gyerek, szerettem a szalagot letépni, és így ez visszamaradott emlékezetévre. És milyen érzés most újra látni? És azért jöttem el, hogy ismét meglássam ezt az új kirvályfát. A bográcsok tartalmát egy közös üstbe öntötték, majd az estéli mulatságon közösen fogyasztották el. Kirvány napján mindkét templomban ünnepi istentiszteletet tartottak, a református közösség tagjai hálaadó úrvacsoraosztáson vehettek részt. A mi templomunk 1902. szeptember 25-én, vagyis 1902. szeptember utolsó vasárnapján lett felszentelve, és azóta a mi népünkben él az a hagyomány,
hogy ezt a napot külön kiemeljük. Hiszen a bukovinai székelyek 1883-ban telepedtek ide, és csak 1902-ben épült fel ez a templom, és lett felszentelve. Ugye az bizony sok idő volt, majd 20 esztendő, és a nép tudatában mélyen megmaradt az a nap. De ugyanúgy a mellettünk lévő evangélikus templom is aznap lett felszentelve, és így közösen szeptember utolsó vasárnapja számunkra, mind református keresztények számára, mind az evangélikus keresztények számára egy kiemelt nap, és kiemelt esemény. És ilyenkor természetesen összegyűlünk, hogy hálát adjunk a mi Istenünknek, és ugyanakkor reménykedünk abban, hogy még sok-sok nemzedék használja ezt a templomunkat. Az ünnepség az imaház udvarán felállított kopjafa megkoszorúzásával ért véget az elődök tiszteletére. A Torontálvásárhelyi Művelődési Otthon nagytermében 23. alkalommal tartották meg a Vive Magyar Nóták és Csárdások Fesztiválját. A rendezvényen 10 új szerzeményt hallhatott a nagy érdemű. A rendezvényen az eddigi Vive fesztiválok győztesei léptek fel, de olyanok is énekeltek, akik először vettek részt a rendezvényen, mint például Mezei Simona Muzsjáról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek ezzel az első helyezéssel, és ez egy nagyon meghatározó díj a pályafutásomban, ugyanis zenével foglalkozom, és ez a díj most egy löketet adott, hogy továbbra is foglalkozzak ezzel. Először vagyok itt, de hát kiskorom óta édesanyámat kísérem el a fellépéseire, tehát édesanyám már 20. éve lép föl, ahány éves vagyok én is, úgyhogy kiskorom óta ebben a légkörben nevelkedtem föl, és idén úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom. Torontálvásárhelyi Szúnyog Tibor saját szerzeményét énekelte. Leginkább a hallgató nóta az én. Ott vagyok otthon, mondhatom úgy. Visszamenőleg átlagban minden javarészt, minden vívén énekeltem. Vannak néhány nótám, csak a hallgatók. Ott némelyeket énekeltem, némelyek más énekelt, de hát... Elmegyek a kis falunkból,
közönség soraiban is vannak, akik sosem hagyják ki a fesztivált. A műsor nagyon tetszett, mint minden évben, hagyományos és rendszeresen eljárok a Vivere. Fontos a magyar hagyományok ápolása, ezért hívták életre ezt a fesztivált is, mondta Szakálas Otto, a fesztiválbizottság tagja. 23. alkalommal tartottuk meg a Vive Fesztivált. Az idén attól függetlenül, hogy milyenek voltak az anyagi és az egyéb körülmények, viszont a szerzők és az énekesek továbbra is úgy vélik, hogy erre a rendezvényre szükség van. Tehát merítettünk abból a vízből, abból a kútból, amelyet 23 évvel ezelőtt nyitottunk meg, és azóta próbálunk belőle minél többet kiaknázni, ezzel bővíteni, szépíteni a magyar nóta gyűjteményét. Ugyanis úgy véljük, hogy ennek a műfajnak van jövője országunkban, és természetesen az egész Kárpát-medencében mindenütt, ahol magyarok élnek. Hiszen a magyar nótáról ismeri fel a magyar a magyart. De nem csak a magyart, hanem a külföldi is a magyart, függetlenül attól, hogy egyesek erről hogyan vélekednek. Nos, nekünk az a küldetésünk, az volt 23 évvel ezelőtt is, és pillanatnyilag is, hogy összegyűjtsük azokat a szerzőket, előadókat, fiatal embereket, lányokat, fiúkat, akik elfogultságot éreznek, elkötelezettséget elsősorban e műfaj iránt, segítsük pályájukat, és így bővítsük ugye azt a kincset, amelyet közkincsnek nevezünk, és amit köznyelven magyar nótának hívunk. A gála esten utolsóként a Kék ne felejts című nóta csendült fel, amit a helyiek himnuszuknak tartanak. A közönség idén is, mint minden évben, a fellépőkkel együtt énekelt. Az est fergeteges hangulatban vacsorával zárult. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Felhívjuk a 70 évesek figyelmét, hogy Hertelendi falván október 28-án vasárnap tartják meg a 70 évesek találkozóját. Az ünnepi istentisztelet 10 órakor kezdődik a református templomban, majd az összejövetel kötetlen beszélgetéssel folytatódik a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben. Mai műsorunk ismétlését vasárnap reggel 7:30 és este 9:30 láthatják, új adással pedig mához egy hétre, csütörtökön délután 12:30 jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!